Jó estét kívánok, Fiala János vagyok. Kezdjük a szokásos módon, így szólt a nap kérdése. A kórházi orvosi ellátás mellett az oktatási rendszer problémái érdeklik leginkább a magyarokat, a választási kampányban derül ki a Policy Agenda közvélemény kutatásából. Ön esetében is így van-e ez? Igen, ezek a legfontosabb kérdések, valamint nem. Szerintem Soros és a migráció a kulcs téma. Most a két téma egymáshoz való viszonyulása a szavazás után 89-es az első. Igen, ezek a legfontosabb kérdések, a második pedig nem. Szerintem Soros és a migráció a kulcs téma. Meglepetésre vagy nem meglepetésre 11%-on végzett. Szavazzon ön is az atv.hu-n, a nap kérdése a facebook.com, valamint az atv.hu-n megtalálhatók, és akkor vágjunk bele a mai beszélgetésbe. Köszönöm, hogy elfogadták az ATV meghívását. Balogh Judit szerkesztő, riporter helyből. Jó estét. Szonyi Tibor, EP képviselő, MSZP, valamint Vágó Gábor képviselőjelölt, LMP, és annak érdekében, hogy tudjuk kötni magunkat valamihez. Nézzük meg az első filmet, amely az alapját szolgálja a beszélgetés első menetének. Miskolcon az emberek tudják, mi az a bevándorlás. Volt itt, amikor ebbe a városba, a városon kívülről tömegesen bevándoroltak. Látták, mi lett belőle. Ezt a miskolci emberek pontosan tapasztalták már. Mi van akkor? Pedig ezek az emberek, akik ide bejöttek, ők Magyarország területéről jöttek be Miskolcon. Most képzeljék el, amikor az országhatáron kívül érkeznek, kultúrájukban, szokásaikban, életfölfogásukban tőlünk teljesen különböző emberek. Erről beszélt a miniszterelnök a Borsodi megyeszékhelyen tett látogatásán. A miniszterelnök szavai vitát generáltak, mert vannak, akik szerint ezzel burkoltan ugyan, de a kormányfő cigányozott. Figyelek, ma olyan formában vagyok, hogy figyelni fogok alapvetően. Én is. Akkor már ketten fogok figyelni. Itt ugye a Mejecs, akkor én elkezdem már csak a női jogán is. Itt ugye a Mejecs végén azt hangzott el, hogy még ha burkoltan, és nem ugye a cigányokról beszélt Orbán Viktor, hát azóta megtudtuk, hogy teljesen egyértelműen rólunk beszélt, hiszen Gulyás Gergely ezt megerősítette. És ebben a történetben, ami engem meglepett, ha voltak korábban a miniszterelnöknek ilyen típusú kiszólásai, akkor azokat mindig úgy intézte, hogy ne legyen teljesen egyértelmű. Lehessen róla beszélni, akihez szól az üzenet, az értse, hogy ő mit üzent, de mégse lehessen egyértelműen a szemére vetni. Most viszont nem ez történik, mert Gulyás Gergely nyilvánvalóan egyébként a miniszterelnök jóváhagyásával teljesen egyértelművé tette, hogy a Gyurcsány kormány idején az Avasra beköltöztetett romákról van szó, akikkel valóban nehéz volt egyébként az együttélés, de egyértelművé tette, hogy itt a roma kérdésről van szó. Szóval korábban ez nem volt jellemző, tehát a merészebbnek tűnik a kormányzati kommunikáció számomra. Nekem ez volt a meglepő. Igen, de ez egy betelepítési programnak volt a kritikája, tehát ennek a cigányellenessége, a primér cigányellenessége, kérdezem, az ott van? Ez egy hát, rossz ha menekültek állított párhuzamba? Rossz, nagyon rossz ízű megnyilvánulás volt mindenféleképpen. Tehát ez a próbál zsigerekre hatni ösztönzőleg, hogy hát, hogyha le tudja lökni a pályáról, a nála is szélebben lévő... Igen, fészekrakó program, lehet, hogy rosszul mondtam az előbb, igen. Politikai erőket. Szerintem ez tipikusan az, amikor én ezt gondolom, hogy túltolja a bringát. Ez a mai üzenete ennek a dolognak. De ez mit jelent, hogy túltolja? Ha nézted az arcát, mind a ketten ismerjük őt, ez nem egy olyan arc volt, nem volt ebben lendület, ez egy hétköznapi megnyilvánulás volt a részéről. Én azt gondolom, hogy ez egy kiszámított mondat. Igen. Kiszámított mondat, amit túltolt bicikli, ez nem önellentmondás? Hát én azt gondolom, hogy akik neki kiszámították, azok tolják túl a biciklit, így gondolom. És te? Szerintem egy rendkívül módon opportunista megnyilvánulás volt. Egyetlen célja van ezzel a Fidesznek, hogy a Jobbik radikálisait átcsábítsa a saját táborában, mivel Miskolc ugye az a két választókörzet, ami ott van, három osztatú, mind a Jobbiknak, mind a baloldalnak, mind pedig a Fidesznek van lehetősége, hogy elhozza azokat a körzeteket, és most Jobbikos szavazókra hajtanak. És azt viszont nem mérik föl, hogy valójában a hazai cigányságnak a javarésze az Fidesz szavazó pont a Jobbiktól való félelmében. És most ezeket az embereket rettentik el maguktól a fideszesek. Tehát ez vissza fog ütni előbb vagy utóbb. Most az a kérdés, hogy a roma honfitársainkhoz hogy jutnak el ezek a mondatok, milyen lesz a visszahatása a Fideszre,
mert hogyha az egész kampányban jellemző lesz ez, hogy a jobbikos szavazóknak énekelnek a fideszes politikusok, akkor a roma szavazók nem fogják azt hagyni, hogy Farkas Flórián képviselje a magyar cigányságot. Hogy a Smolnéban azt gondolják, hogy a roma lakosság kevésbé néz tévét, kevésbé fog hozzájuk eljutni ennek a híre, így aztán nem is tudják azt, hogy mit mondott róla a miniszterelnök úr. Vagy ez egy dűre feltételezés? Biztos okoskodnak ezen, de hát azért számtalan olyan választási szituáció volt, amikor a Fidesznek a hatalmas nagy ötletei piszkosul nem működtek, és konkrétan jelentős helyeken voltak képesek elveszíteni a úgynevezett választásokat. De azt látjuk egyébként, hogy ezek tényleg mérnöki módon kiszámított mondatok? Igen. Én nem vagyok ebbe egészen biztos, mert valóban, amit felvetettél, az egy nagyon nagy kérdés. A felmérések szerint 10 roma emberből általában 8 Fidesz szavazó. Tehát itt nagyon-nagyon sokat veszíthetnek egyébként ezen, hogyha azt mondják, hogy 8 Fidesz szavazó, gondolom, itt ezt eleve azok között mérték, akik járnak szavazni, feltételezem. Tehát, hogy itt azért nagyon nagyot veszíthetnek. Tehát ez mindenképp azért kérdéses, hogy megéri-e ilyen mondatokat mondani. És az meg teljesen egyértelmű nyilván, hogy a jobbikos szavazók felé játszik, csak nem tudom, hogy mennyit nyernek, és mennyit veszítenek, és hogy mennyire lehet ezt lemodellezni valójában előre. A hazai cigányság egyik emblematikus képviselője, Dorina, ugye a Dik TV fiatal sztárja, pont videóba hívta fel a figyelmet a roma honfitársainknak, hogy ne engedjék, hogy megvegyék a szavazatukat kilóra, mert azért sok esetben ez volt tapasztalható. Én magam is tudom, látom, hogy a szociális tűzifa programból például kirekesztették az ellenzékieket, csak fideszes önkormányzati képviselők, illetve fidesz aktivisták oszthatják a fát. De hogy nem biztos, hogy mindig 4 évente meg lehet venni az emberek szavazatát kilóra és kiszolgáltatottságban tartani őket szándékoltan, csak azért, hogy utána 4 évente egy zsák krumpliért el lehessen őket vinni szavazni. Van az a pont, amikor már azt mondják a kiszolgáltatottságban élő emberek, hogy ebből elég. Még egy dolog itt az ATV védelmében némileg, hát nem is némileg, a közszolgálat kritikájaképpen, hogy azért az, amit Gulyás Gergely elmagyarázott később, arra azért alapvetően mégiscsak a közszolgálati rádióban kellett volna rákérdezni, nem? De ott nem kérdeztek rá. Volt még egy mondat így az adás elején, hogy ez ugye egy betelepítési programnak a kritikája, de szerintem rettetesen félrevisz, ha ezt így közelítjük meg, mert ez nem az volt. Ez egész egyszerűen megint egy szintetlépés volt, azért az talán eddig nem volt, hogy a menekülteket, a migráció kérdését, meg a roma kérdését összemossuk. Tehát most lefordítom fekete-fehérre, most azt hangzott el, hogy emlékezzetek, a romákkal is rettenetesen rossz együtt élni. Na de mi lesz az, ha más kultúra jelenek? Sajnos ez a vágót igazolja vissza, tehát ez ebben a formában a Jobbik hány évvel ezelőtt? Szörnyű helyzet, szó szerint nézzük, akkor arról beszélt Orbán Viktor, hogy mindenki üljön a fenekén, ezt nem menjen el egyik településről a másikra, mert ugye a migrációt úgy értelmezi, hogy egyik az országon belüli migráció is most már a migráció részévé vált. Tehát igen, akkor csak engem az mindenki arra, hogy olyan simán megyünk el, amellett, hogy megint egy szintet léptünk, és igazán már annyira fel se háborodunk rajta. Na ez a borzalmas. Tehát tényleg ez minden nap újabb és újabb szinteket lépünk át. Miközben 2 napja még arról beszéltünk, hogy lehet, hogy lejjebb tekerik a sorosozás, ma már sorosozás, de nehéz szó ez. Ma már látjuk, hogy egyáltalán nem erről van szó, sőt. Hát túltolja. Hát soros helyett most ENSZ lett, és ugyanaz megy tovább, copy-paste-tel. Na, akkor mégis csak arra, hogy túltolják a biciklit, akármennyire mérnökileg kiszámolják, a mérnök is tévedhet. Jó, de hogyha elmarad az elemi felháborodás, akkor a túltol biciklinek mi a következménye Fritz Tamás után szabadon? Nem, a választási szituációban nem a felháborodás a lényeg, hanem az, hogy ki megy el szavazni, és hova adja a szavazatát. Tehát ezek a mondatok azért hatnak az emberekre. Itt is, ott is, mindenütt. Jó, volt olyan vélekedés, mely szerint ez az értelmiségnek vetett konc, azok jól el lesznek rajta, rajtuk kívül senkit nem érdekel. Még nagyon sok roma vezető háborodott fel. Nagyon sok roma vezető háborodott fel. És a roma vezetők szava viszont a roma közösségekbe eljut. Tehát lehet, hogy az, amit Orbán Viktor mond a televízióban, rádióban, az így közvetlenül nem. De amit a saját roma vezetője, az viszont igen. Az azért már Gulyás Gergelynek teljesen nyilvánvaló, könnyű lefordítani a főnök szavait? Nem vagyok ott, nem élek ezek között, a bűnözők között. Tehát én... Mindenki bűnöző? Másfajta bűnözők között vért. És megkaptad bővebb kifejtést? Európai Uniónak az egyik legfőbb szerve. Azért nem mondhatjuk azt, hogy az Európai Parlament az tiszta volna minden tekintetben. Ki mondta?
Senki, hát menjünk tovább. De hát az a parlament, ahol te készülsz, az se, tehát... Nem mondtam. Na hát akkor te meg készülsz a bűnözők közé, hogyha most itt azt mondod, hogy az Európai Parlament belül a bűnözők közé. Fú, de jó, hogy én ezen a körön teljesen kívül maradok, szerencsére semmelyik parlamentben nem készülöttesek. Itt nincsenek bűnözők? Hát szerintem azért itt nincsenek. Jó, hát akkor ezt nyugodt szívvel állíthatom. Ezt a témát kivégeztük? Hát nem tudom, még akarsz bűnözőzni? Gusztustalan, na, maradjunk egyben, gusztustalan és zsigerekkel játszik ez a lényeg a történet. Nem észsel, nem a jövővel, nem az országról szól ez az egész. Meg nem arról szól, hogy itt akkor mi egy nemzet vagyunk, hanem arról szól, hogy megint szeleteli a társadalmat. Igen. Vannak, akik, vannak vagyunk mi, meg vannak mások, és állandóan erre játszik a Fidesz, hogy megkülönböztesse, és így végül is valójában kis csoportokra oszlik a szét az ország. Erről van szó. Ez egy gusztustalan. Akkor menjünk tovább. A helyi szocialistákon és jobbikosokon nem fog múlni az, hogy közös jelölt legyen az országgyűlési választáson, így vélekedett Márki-Zay Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Hódmezővásárhely új polgármestere szerint óriási igény lenne rá, hogy egy jelölt álljon szemben Lázár Jánossal az egyéni mandátumért folytatott küzdelemben. Kiemelte, hogy a meglepetést okozó hódmezővásárhelyi választás megmutatta, hogy a kormányváltásnak egy módja van, ha az ellenzék az MSZP-től a Jobbikig összefog. Nekünk át kell nyúlni a pártárkok fölött, véli a polgármesterségről Márki-Zay, majd hozzátette. Botka László Szeged szocialista polgármestere szerinte készen áll a Jobbikkal való együttműködésre. Márki-Zay szerint, aki az ilyennek keresztbe fekszik, azt a saját szavazói fogják elítélni. Lehet, hogy én vagyok az újszülött, akinek minden vicc új, de az hogyan volt, amikor te betelefonáltál egy műsorba és kiálltál Hernádi Gyula mellett? Az hogyan volt? Hát így, ahogy mondod, kérlek szépen, én nagyon üdvözítőnek tartottam. Honnan tudtad, hogy egyáltalán létezik az a rádióműsor? Hát én kértem őket, hogy ha van valami ilyesmi, akkor szóljanak, szóltak. Mert hogy kiknek szóltál, hogy szóljanak? Nem, hát a Hernádi Gyulát kértem arra, hogy ha valami ilyen rádióműsorban megy, ahol be lehet telefonálni, szívesen betelefonálok. Erről volt szó. És ott mit mondtál? Én annyit mondtam, hogy én nagy dolognak tartom azt, hogyha valaki nehéz szituációban és fölvállalja azt, hogy nem csak két konzervatív jelölt közül lehet választani, hanem van a baloldal is. Az igazság, a történelmi igazsághoz hozzátartozik, hogy én azért Gyulával, amikor erről beszélgettem, mindig azt mondtam, hogy oké, én azt értem, hogy elindulsz, csak azért azt is meg kell fontolni, hogy hol van az a pont, amikor kiszállsz. Én azt mondtam, hogy akkor kell egy ilyen meccsből kiszállni, amikor ez már nem a városról szól. El is jött ez a pillanat egyébként, a végén már nem a városról szólt, mint ahogy szerintem. Ez lehetséges, de közben nem szállt ki? Hát most ezt ő dönti el, hogy beszáll, jó, kiszáll. Az, ugye mi régóta ismerjük egymást, te egy renitens vagy, de valójában a mellette való kiállásod az minek szólt? Ennek, hogy létezik baloldal is, és a baloldal is kell foglalkozni, hogy a baloldal levonul a pályáról, és tartok tőle, hogy... Hát akkor Tibor, te most azt mondod, hogy nincs is szükség az együttműködésre a körzetekben, mert hogy mindenhol kell, hogy legyen egy baloldali jelölt? Én azt nem mondom, hogy nincs szükség együttműködésre. Én azt mondom, hogy ha levonul a baloldal a pályáról, az hosszú távon végzetes tud lenni. Jó, de akkor lassan eljutunk a közepébe, mert ugye arról van szó, hogy ki hogyan fog majd visszavonulni, de ugye végül is kapott 201 szavazatot. Pontosan több 201-jel, mint a semmi. De azt kérdezem tőled, hogy te ezzel mennyivel mentél szembe a pártoddal, mert én úgy emlékszem, hogy ott mindenféle konzekvenciákat lengettek be, akkor, hogyha a Hernádi úr nem vonul vissza, a kizárás egyebek, ez végül is rád valamilyen módon vonatkozott, vagy te megmaradtál ilyen örökrelitensnek, akin nem fog az MSZP késő? Én csupán annyit mondtam, hogy mindenről lehet beszélgetni, de akkor, hogyha már ennyire itt a alapszabályi dolgokat nézzük, akkor nézzük meg, hogy hogyan történt az eredeti jelölés. És akkor innentől kezdve megszakadt a vita. Mert? Na most ez már tényleg olyan mélyre megy, technikai részletek meg minden az égvilágon. Én azt gondolom... De én azt hallottam, hogy az ördög a technikai részletekben van. Hát nem kismérték, de igen. Azt tudjátok, hogy Hernádi Gyula plakátjaira mi volt kiírva? Nekünk Hódmezővásárhely az első. Igen. Tehát van egy eredendően az MSZP-ből induló jelölt, aki oly mértékben bírja megszavazni egyébként a szavazókat, jó, végülis nagyon nem számított a néhány száz szavazat, de hogy oly mértékben próbált mindenki mindenkit megzavarni, vagy ő mindenkit, mert ezt már én sem látom, hogy mi volt ezzel a célja, kiírt egy olyan mondatot, ami hajaz a Fidesznek a mondatára. Mit akart ő? De tényleg egy kamu jelöltel kell foglalkozni. De te álltál ki jobban ismeri, mint én, az biztos. Nyugodtan számunk kérhetni rajta, mert egyébként ugye ő állt ki mellette. Azért fordultam oda egy kicsikét.
igen. Én most elnézést, lehet mondani, hogy ki honnan vette az a Black Decker-től a jelszavakat, meg mindent. Vannak ilyen történetek. Én azt gondolom, hogy egy polgármester választásnál az a tét, hogy ki inkább lokálpatrióta. És itt azt láttam, hogy ő valójában a meccs az Orbán és Simicska pénzéről szólt, hogy kinek van több pénze, és tolták szét ezt az egész történetet. De te Hernádi Gyulát korábban valaha is ismerted? Hogyne, nagyon régóta ismered. Most és végül is összejött ezzel a 201 szavazattal, tehát jól bemostak a Fidesznek? Nem hiszem, én neki mondtam is egy héttel a választás előtt, hogy szerintem most kéne kiszállni, mert ez már nem a városról is, nem rólad szól, hanem egy tök más csata. Hát ő valamilyen oknál fogva bennmaradt. Mi lenne, hogyha Márki-Zay Péterről beszélnék, és nem Erdőláról? Egyébként igen, mert marginális a kérdés, csak még egy mondat, hogy az a baj talán vele, hogy ő maga, bocsánat, egy névélemény, szerintem nevetségesítette magát, csak innentől kezdve azért ez az MSZP-re is visszaüt. Tehát, hogy ezekkel ez a probléma az ilyen jelzésértékű dolgokkal, ami egyébként marginális, tényleg nem számít az a néhány szavazat, csak olyan komolytalan. Beszélj Márki Zajról. Na, végre. Mit szeretném mondani róla? Hát ami új novum. Új novum, ez... Nyakú István után szabadon. Ja, igen. Új novum. Szerintem a... Ezt ő mondta. Ez is. Az az üzenet, amit ő elmondott, és az a stratégiai elképzelés, amelyet fölvázolt, hogy az MSZP-től a Jobbikig mindenkinek együtt kell működnie, az egy hatékony dolog lehet. Csak sajnálatos módon hiába vannak helyben ilyen együttműködési kovalens kötések, ahol képes az MSZP és a Jobbik együttműködni, hogyha országos szinten mind a Jobbik vezetői, mind az MSZP vezetői azt mondták, hogy nem működnek együtt. Na már most itt van az LMP, mint egy harmadik pólus, amely viszont képes lehet hidat ácsolni, és az most a három párt vezetőségének a bölcsességére van bízva, hogy ez a híd mennyire tud stabil lenni, hány olyan körzet van, ahol képes lehet az LMP egy ilyen együttműködés kovászaként föllépni. Szanyi úr? Én azt gondolom, de hogy... Te MSZP vagy, ugye? Hogyne. Én azt gondolom, hogy itt kettő dologra mindenféleképpen érdemes odafigyelni. Az egyik az az, hogy minden választókörzet egy unikális szituáció abban a pillanatban, amikor ott választás van. Tehát nem lehet prototípusként legyártani a választókörzeteket, amit prototípusként sem lehet legyártani, vagy sorozatgyártásban nem lehet vinni egyik helyről a másikra a jelölteket. Tehát nem úgy, hogy minden választókörzet ugyanaz, és mindent ugyanolyanak a jelöltek, és mindent ugyanolyan történel. Tehát az, hogy az LMP hidat akar ácsolni, helyes, ez, hogy ez a missziójuk. Egy pillanat, akkor... ezt a hidat látod? Én nem látom, de erre mondtam, hogyha nekik ez a missziójuk, de akkor... De te vagy a leginkább, aki baloldalról nyitott a szélső jobb oldalra, amikor a golyomotorosokat meghívtad, tehát személyedben... Ez miért nyitottság? Hát, mert hogy a szélső bal és a szélső jobb találkozott a, ja, én az Európai Parlament. Még egy dolog, lehet, hogy a golymotorosok a szélső bal, de akkor ez az műsor az át fog alakulni. És ez nagyon át fog alakulni, minden esetre, hogy mondjam. Lehet ezen ugrálni, csak most azt nem értem, hogy azok, akik azt hajszolják, hogy most akkor az MSZP fogja össze a Jobbika, azok most divatszerűen valami szervezés lett a dolog mögött, most rajtam kérjék számon a golymotorosokat, akiket én egyszerűen fogadtam Brüsszelbe abból az alkalommal, hogy egy olyan programon voltak, ami azok szól, akik egyébként igazából figyelj, Európa ellenesek. Úgy is fel lehet fogni, hogy benned megszólítják az MSZP-st, mint szélső bal, és ezek után várják tőled, hogy lássad azt a hidat, amit ők ácsolnak. Figyelj, majdnem úgy, mint én. Tehát előbb lerúgja a kislányt a lépcsőn, mint 8 éves korában, és aztán megpróbálja randevúra elhívni. Aztán majd összejön, vagy lehet így csipkelődni egy műsor kereteimből, de ez akkor még mindig nem arról szól, ami itt a felvezetésben volt. Az, hogy országosan hogyan és miként tudnak a pártok lesznek olyan körzetek, ahol tényleg hidat tud ácsolni az LMP, lehet, ahol meg nem. Tehát ezt darabra kell megnézni, függően attól, hogy kik a jelöltek, milyen háttérrel, és a többi, és a többi. De ez csak a B, hogy hogyan tud az ellenzék összefogni. Tehát szerintem az A kérdés az, hogy vajon a Fidesz-KDNP rá fog-e arra jönni, mire? Hogy mit rontottak el Hódmezővásárhely kapcsán. Mert ugye itt most kiszivárgott egyrészt a kampánystratégiájuk Hódmezővásárhelyen. Hogy? Ami ugye arról szól az a kampánystratégia, hogy ők helyi ügyeket hoztak. Tehát elmondták, hogy hány iskolát újítottak fel, elmondták, hogy annyira jó lesz Hódmezővásárhelynek, hogy lesz létere. Szemben láthatóan az emberek erre nem haraptak rá annyira. Ebből 48 óra alatt a Fidesz lemondta azt a következtetést, hogy akkor nem csavarom lejjebb a sorosozást, hanem sorosozni kell, migránsozni meg kell, mert hogyha azt mutatom be, hogy helyben milyen eredményeket értem el, az nem érdekli az embereket. Tehát ők most ott tartanak, hogy sorosozni kell. Miközben aki járt lenne egyébként,
nem is feltétlenül a kamerában, hanem amit az emberek sustorognak. Én amit érzek, hogy mi volt az egész lélektana egyébként ennek a választásnak. Azt mondták az emberek, majdnem szinte azt merném megkockáztatni, hogy pártállástól függetlenül, hogy na azért az mások, hogy kamerákat tesznek az utcájába, hogy kirúgják a munkahelyéről, hogy olyan plakátokat jelentetnek meg, hogy Soros őt is támogatja, meg név szerint listázzák, aki őket, vagy akik őt támogatják. Tehát egy iszonyatos gyűlöletkampány volt. Oké, nem a Fideszé, de az emberek... Ez a 106 egyéni választóközben, igen, nem egyedi, lehet megismételni. Ide akarok kiukadni, hogy oké, rendben van, hogy egyedi, de nagyon nem mindegy, hogy miért van. Tehát ha az emberek azt mondták, hogy már pedig velem ezt ne csináljátok, ennyire gyűlöltök valakit, akkor csak azért is elmegyek. Na most ez viszont lehet egy általános jelenség. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a Fidesz kampány stratégiája most mit talált ki, hogy mi volt itt a hiba. Mert innentől kezdve a sorosozás, vagy tényleg azt kell nyomni ezerrel, vagy éppen nem. És szerintem ezt most nem tudják. A sorosozás szerintem most 19-re napot húzás. Vagy iszonyatosan jól el fog sülni, vagy nagyon visszafelé. És ettől érdekes ez, és ettől világít rám mégis általános helyzetre. De a két jelenlévő politikus tudja, hogy miért született az az eredmény Hódmezővásárhelyen, amiért született? Szerintem a kulcsmomentum az az volt, hogy nagyon sokan elmentek szavazni. Tehát, hogy messze magasabb volt a részvétel, mint előtte bármikor, és ugyanez a tétje az április 8-ai választásoknak is. Én arra biztatok mindenkit, hogy a saját környezetében folyamatosan mondja miért azt, hogy el kell menni. Miért mentek el ennyi vajon? Én voltam ott kampányolni, és sok ember azt látja, hogy a Márki-Zay képes volt arra, hogy rátapintson azokra a pontokra, ahol valakinek a tyúk szemére lépett rá Lázár János, valakinek a bokájába rúgott bele, másnak a fenekébe. És ezeket az embereket úgy valahogy összegyűjtötte egy kalap alá. És ugyanúgy a Fidesz egésze is, a Fidesz elmúlt 8 esztendeje számos vesztes tud. Több millió magyar ember van, aki vesztese így vagy úgy a Fidesz rendszerének. Csak az a kérdés, hogy ők képesek-e ezt úgy megélni, hogy akkor most visszaadjuk nekik. Mert hogyha beletörődünk és nyalogatjuk a sebeinket, jaj, fáj, csak majd hátrálunk még egy kicsit, hogy ne fájjon annyira, akkor még kapnak majd ütéseket, rúgásokat, mert a Fidesz rendszer nem tud konszolidálódni. Egyszerűen képtelen arra, hogy visszavegyenek. És nem tudnak visszavenni a sorosozásból, mert már a beszélő fejéig... Nincs B-stratégia mondjuk, igen. Én azért ezt eléggé máshogyan látom. Odaig egyetértek, hogy mindenki menjen el szavazni. Ez egy borzasztó fontos dolog, és hogyha mi politikusok csak a részvételre hajtanánk, akkor már azzal nagyon jót tennénk. De itt azért én nagyon szeretném elkerülni azt a szituációt, hogy egy héttel, egy nappal előtte, igen, senki ember meg nem mondta, hogy itt mi várható. Ez így igaz. És akkor egy napra rá, meg mindenki már marhára tudja, hogy mi ja történt. Ja nem, hát csak az eredményekből kiindulva kutatja a lélek, tehát hogy mi mozgatta a választókat. Én ezt értem. Annyira igaz van a Tibornak, hogy arról volt szó, hogy a török is arról beszélt, hogy két olyan felmérés is látott, amely ilyen nagy részvétel mellett sem feltétlen lesz az eredményt hozta volna. Hát nem tudom, én ott voltam, beszéltem emberekkel, én nekem biztos volt már szombaton is, hogy Márki-Zay Péter fog nyerni. Szerencsés, akkor te nagyon tudod ezeket a dolgokat. Nem, egyébként Márki-Zay Péterek se tudták. Ott voltam az eredményvárójukon, és mondjuk 10 perccel előtte jártak a Nemzeti Választási Iroda adatainak, mert hogy ugye minden bizottságban volt helyi emberük, és telefonon adták le a drótot, hogy hol mi az eredmény. És látták az elsőt, hogy vezet a Márki-Zay. Látták a másodikat, hogy vezet, és ráadásnak azt látták, hogy nem ilyen 5-8 szavazatokkal, hanem mit én volt olyan szavazókör, ahol most nagyságrendeket mondok, mondjuk 200 szavazatot kapott a Fideszes, 280 a Márki-Zay. Hát 5 szavazókör után elkezdtek sírni, meg újjongani, mert rájöttek, hogy itt ez meg lesz. De még mert átérnek, azért Tibor fejezbe, amit elkezdtünk. Igen, mert ugye van ennek egy másik olvasata, hogy egy választókerületet vagy választókörzetet, ahol durván 70-80 ezer szavazópolgár van, nem szabad összekeverni egy várossal. Tehát ugye a Fidesz azért úgy szabdalta fel a választókörzeteket, hogy belehasított ilyen torta szelet jelleggel a nagyvárosokba, és minden egyes városi, vagy jelentősebb városi körzethez hozzácsapott egy nagyon nagy karényi falusi kis települési szavazatot. Márpedig én azt gondolom, és ezt a saját pártomnak is ezt javasoltam, hogy azért kell nyomulni a kis települések világába, mert oda nem jutnak el azok az információk, amik adottak például a Hódmezővásáron. Én azt gondolom, hogy Hódmezővásáron és
és biztos, hogy te is ezt tapasztaltad, ott Orbán takarodj, Lázár takarodj, Tiborc takarodj, körülbelül ez volt ugye a hangulatnak a hátterében, de ezek ott a falvakban már messze menőleg nem így érvényesülnek, és nem is biztos, hogy egyáltalán érvényesülnek. Tehát egy országgyűlési választást teljesen máshogyan kell megközelíteni, és azok a pártok, akiknek egyébként nincsenek meg azok a csapjai, amik eddig a falvakba megy. És mit tapasztalta, hogy hallgattak rád, vagy hallgatni fognak majd rád a te pártodban? Na, itt a másik fel a történetnek, mert a választás 95%-ban technika és 5%-ban tartalom. Ez bármilyen furcsa, de ez nagyjából így van. Technika az, hogy lenyúlni a megyei sajtót, technika az, hogy nem odaengedni az ellenzéki szavazatszámlálókat, és technika még sok minden más, a jogszabályok fabrikálása, minden technika. Viszont, és itt jön ez, és ezt muszáj elmondanom, hogy a kis településeknél hogy megy ez a történet. Ez úgy megy, hogy például nagyon sokan korosztályi okoknál fogva élnek a mozgóurnával, és ilyen szabad csapatok mennek előre, hogy Pista bácsi, most jön nem sokára a mozgóurna, ugye tetszik tudni, hogy hogyan kell szavazni, rájuk rontanak ellenzék nélküli mozgóurnások, meg minden, jaj, ne is tessék, majd mi kitoltjuk a szavat, itt tessék, csak aláírjuk meg a szavat. Azt kérdezem, hogy hallgatni fognak-e rád a te pártodban? Hát én nagyon remélem, hát az elmúlt 20 évben volt, amikor hallgattak, volt, amikor nem hallgattak. Mit mond a pártjának számomra, se tiszta, mit mondanak? Hogy tolulni kell a kis települések vonatkozásában. Én a magam részéről csak kis településekre megyek ebben a kampányban. Tovább kell, hogy menjünk. Nagyon szépen köszönöm az eddigi türelmet és részvételt. Jöjjön a harmadik negyed. Gyurcsányra a DK-ra és az MSZP-re kellett volna terhelő vallomást tennie, erre próbálták rávenni kihallgatói az előzetesből kiengedett Ceglédi Csabát. A szocialista politikus erről a Hír TV-nek beszélt. Ceglédit gazdasági bűncselekményekkel vádolják, amelynek elkövetését tagadja. Azért került ki előzetesből, mert jelölt lett és indulhat a választásokon, és már ilyenkor megilleti a mentelmi jog. A legfőbb ügyész azonban ma indítványt tett a Nemzeti Választási Bizottság elnökénél Ceglédi Csaba mentelmi jogának felfüggesztésére. Az indítványról a Nemzeti Választási Bizottság határoz. Határozott, igen. Mi a... Hát, hogy ja, nincs kérdés. Ja, tényleg te hallgatsz, igen, igazad. De nem csak egy téma van, hát megkaptad a lapokat, mit lépsz? Kérlek szépen, én annyit gondolok, hogy ez az egész ügy, amit Ceglédi Csabával kapcsolatban, ez egészen biztosan egy fölfújt és mesterkélt valami. Nagyon sok vállalkozás van, akinek vannak adóügyi vitái. Ki, mennyire ismered a történetet? Hát mennyire? Hát ezek szerint annyira nem, mint te, de... Én nem mondtam semmit, csak még ez egyáltalán nem derült ki, ezt megelőlegezted. Én annyit gondolok, hogy nagyon-nagyon sok céggel van az adóhatóságnak több milliárdos vitája, mégsem szokták elvinni a cégvezetőket egy adóvita kapcsán. Hát ez. Nekem amilyen összer eszembe jutott, konkrét ügyről nagyon keveset tudunk egyébként, meg ezekben büntetőügyekben annyira nehéz kívülről bármikor beleszólni. Ami érdekes minden esetre, hogy ugye ő azt mondja, hogy azt megkérték arra, hogy egyébként vajon Gyurcsány Ferenc ellen, és ugye azonnal be kellett, hogy ugorjon, tehát rögtön dezsevő érzésem volt, Tátrai Miklósnak az esete, aki ugye jelen pillanatban nemzeti vagyonkezelőnek a volt vezetője, Császi, ugyanez így van, tehát jelen pillanatban is börtönben van, és ugye akkor Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy hát helyettem vonultak be, mert ugye azt kérték, hogy vajon rám, de nem volt hajlandó, ezért ül most börtönben. Hát most hallottunk egy ugyanolyan történetet, hogy állítólag tőle is ezt kértek. Egyiknek sem tudjuk az igazságtartalmát, minden esetre mondjuk két ember mesélt már ilyet, tehát eddig egy ilyen történetet hallottunk, most ez már a második. Ettől még nem tudjuk, hogy igaz-e. Minél többen mondják, annál érdekesebb vagy furcsább a történet. Számomra Pót Péter fellépése volt, ami kiverte a biztosítékot, hiszen nem is tudom, a legfőbb ügyésznek ennyire a szívén viseli ezt a azért marginális büntetőügynek a jelentőségét, hogy azt a hátralévő 40 napot nem töltheti szabadlábon Ceglédi Csaba. Valamiért nagyon fontos volt. Az, hogy folytatódik az, hogy ebből egyből következik, hogy visszaviszik, az egy következő lépés. Nem, ez majd hétfőn fog eldőlni, valóban, amikor összeül a választási bizottság, amelynek főképpen fideszes tagjai vannak, de ez majd ki fog derülni. Inkább az érdekes, hogy Polt Péter korán sem volt ilyen gyors reagálású, amikor mondjuk az Eliosz ügyről volt szó, vagy felsorolhatnék legalább 200 ügyet az elmúlt 8 esztendőből, amikor Polt Péternek ilyen gyorsan kellett volna lépnie, és hát úgy mondjam, eléggé beragadta rajtnál. Másrésztről pedig
technikailag azért fontos Cegrédi Csabának ez a 40 napos szabadlám, mert itt tud most bizonyítékokat gyűjteni arra, hogy ellene koncepcionális eljárás folyik. Ugye ezt a börtönben eléggé nehezen tudná megtenni. És pont ezért akarják visszavinni Polték. Az, hogy a politika eljárjon más politikusokkal szemben, és azokat börtönbe zárja, mert ugye ennek nagyjából ilyen az üzenete, ez téged valahogy is megkörnyékezett, vagy volt-e valahogy is személyes ismerettséged, aminek következtében vannak olyan történései, tapasztalatod, ami túlmutat az eset elméleti vagy gyakorlati jellegén? Hát én is ugyanazokat az embereket ismerem, akiket lehet a sajtóból, most Szabadi Bélától, Hagyó Miklóson át, nagyon hosszú ez a... Kit közelebbről, kit távolabbról. Őszintén szóval én ezekben az ügyekben ugyanúgy nem látok bele, mint a többiek se. Tehát nem tudni, hogy mi van a háttérben, mert az embernek azt mondja, hogy politikusban kell legyen egyféle ösztön. Az én ösztönöm konkrétan azt mondja, hogy a politikai csatákat nem a büntetőjog, és nem is egyáltalán nem is csak a büntetőjog, nem a jog erejével kell eldönteni. Van ennek egy viccesebb része, amikor én voltam olyan, még bohó, fiatal voltam, bohó, meg minden, és följelentettem Tolgyán Józsefet. Cserébe ő is följelentett engem, aztán egy szép napon rádöbbentünk mind a ketten, hogy ez sehova nem vezet. Ugye az volt a bombó, hogy... ügyvédet perrel, szép asszony szerszámmal nem szabad fenyegetni. Hát igen. Bár ezt nem nekem mondta, de ezzel együtt én nekem akkor, de ez tulajdonképpen a politikusi pályámnak a legelején volt, én akkor nagyon erősen megtanultam, hogy egyrészt én nem perelek, és nagyon helytelenítem, aki engem perel. Tehát a politikai csatákat azt nem a jogeszközeivel. Na jó, de azért, ha egy büntetőügyről van szó, az meg egy egészen más eset. Tehát azért ügyet, annyira leegyszerűsíteni, hogy most politikai ügyet könnyű. Akarnak elintézni büntetőjogi eszközökkel, azért ez nem biztos, hogy ez csak ennyi. Azért mondom, hogy nagyon nehéz, amikor nem tudunk tényeket, de azt jelenteni, hogy most politikai csatát játszmát akarunk... De hogy tetszik érteni, nem tudunk tényeket, hát azért ennek elég sok tények is. Ítélet nincsen még. Hát ítélet nincsen. Gyanúsítás volt, igen, de most, hogy az mennyiben fogja megállni a helyét, vagy mennyiben nem, azt én nem hiszem, hogy... Ugye a munkaerőközvetítés hogyan zajlott, ezekről lehet tudni. Hát ami még érdekes ebben az ügyben, az az, hogy javarésze ennek a cég hálózatnak a Szombathelyen működött, és mégis találtak egy olyan szállat, ami Szegedre ment, és így került át oda arra a bíróságra. Ami hát... Ne, hát azért ne fele... Nem ebből áll. Ő maga, tehát egyrészt egy politikus, egy önkormányzati képviselő igen. van szó, aki egyébként több ügyben, mint Gyurcsány Ferenc, mint Botka László esetében sikeres védőügyvéd is volt. Ezt azért tegyük gyorsan hozzá. Én nem mondom, hogy nem keveredhet a politika, meg a büntető, tehát elképzelhető, hogy valamilyen arányban keveredik, csak én azt tartottam túlzásnak, hogy azt mondjuk, hogy most egy politikai csatát akarunk büntetőjogi eszközökkel lejátszani, mert azért ez minden jel arra mutat, tehát erre mondják azt, hogy ami úgy beszél, mint egy kacsa, ami úgy mozog, mint egy kacsa, ahogy eljártak, az kacsa. Eljártak az Altusszal kapcsolatban jogtalan pénzügyi segítség nyújtása kapcsán, azért az ennek egy kibővített fejezete, azért az nem egy baráti lépés volt az MNB részéről. Én most csak azt mondom, hogy nagyon vigyázni kell azzal, hogy egyértelműen azt mondjuk ki, hogy ő aztán a világon semmit nem csinált, csak ezt a politikai mondta. Ellenfelei akarják lenyomni. Nem. Hát mintha erre célzik. De hogy jogtalan pénzügyi tevékenységgel vádolják meg közben az Altuszt. Hogy nagyon sok céget, nagyon sok milliárd forint értékben érik különböző vitás szituációk ebben az országban, és nem csak Európában is, bárhol. Azért azzal nagyon óvatosan kell bánni, hogy a cégvezetőt rögtön az első pillanatban el is visszük a börtönbe. Tehát azért én nem azt mondom, hogy ő ártatlan, vagy nem ártatlan. És hogy előzetesben tartja. Azt mondom, hogy azért vagyok óvatos, mert nem tudom. De most nem akarok, azért nem akarok neveket mondani, mert nem akarok senkit belerángatni kívülről. De itt azért 10, 20, 50, 100 milliárdos adóügyi viták voltak ebben az országban. Meg is járta egyébként nem kevés strasbourgi fórumot egyik másik. Hát azért nem szokták elvinni a
a vita kapcsán a cégvezetőket, még akkor is nem, hogyha a vitának az a vége, hogy fizessen be, még nem én tudom. Én nem azt mondom, hogy nem furcsa. Tehát pontosan láttuk 4 évvel ezelőtt Simon Gábornak az esetét. Tehát az azért tisztán látható, hogy van törekvés egyfajta forgatókönyv. És nem a legfőbb ügyész menedzseli a dolgokat. Itt a legundorítóbb az egész szituációban az az, hogy amikor olyan szemmel látható ganéságok vannak, mint például a KSE ügy Kecskeméten, ahol nyilvánvalóan számlát hamisítottak, nyilvánvalóan tudott róla az akkori alpolgármester, mostani polgármester asszony, akkor nem lép ilyen gyorsan az ügyészség. Amikor látszik, hogy ott van a korrupciós eset, akkor nem lépnek. Itt van egy bonyolult jogi eset, amit most nem tudunk megítélni, itt meg már rögtön rástartolnak. Így, ez a legfontosabb. Jó, hát azért mondtam, hogy ez tagadhatatlan, hogy voltak előzményei ennek. Térjünk, ötödik negyedre is átérünk. Az ötödik negyedre nem, de a negyedikre igen. A kórházi orvosi ellátás mellett az oktatási rendszer problémái érdeklik leginkább a magyarokat a választási kampányban, derül ki a Policy Agenda közvélemény kutatásából, amely a Zoom.hu megbízásából készült. A magyar választók 80%-a szerint az egészségügyi rendszer helyzete a legfontosabb kampánytéma. Az első 5-be befért még a munkaerőhiány kezelésének kérdése, a menekültekkel kapcsolatos álláspont, valamint a szociális támogatások rendszere. A kormánypárti véleményvezérek által emlegetett, túltolt sorosozás kontraproduktivitását mutatja, hogy az amerikai milliárdost és a szerepét csak a választók 5%-a sorolta a két legfontosabb téma közé. Hát erről mi a vélemény? Tehát a magyarok nem hülyék, tudják, hogy mik a legnagyobb problémák az országban. És nem lehet őket megvezetni, mert látják, hogy mi van a szüleikkel a kórházban, látják, mi van a gyerekeikkel az iskolában, és egy ilyen imaginárius, elképzelt veszedelem, mint a migráns áradat, amit ahogy a miniszterelnök mondja, hogy már Miskolcot fenyegeti, mert bárhova megy az országban, mindenhol azt mondja, hogy azt a várost fenyegeti leginkább, az nem rettenti el őket attól, hogy tisztán lássanak. Nem tudom, én egyáltalán nem értek egyet ezzel a felmérések jelentéssel. Teljesen más tapasztalok. Jó, nem vagyok egy személyben egy reprezentatív közvéleménykutató cég, ez nyilvánvaló, de a Szavazrám című műsorom, ami most nagyon-nagyon sokat megyünk emberek közé. És amikor Fidesz szimpatizánssal találkozunk, akkor mindig megkérdezem, hogy ő miért gondolja azt, hogyha az lenne a jó, hogyha megint a Fidesz győzne. És igazából 10-ből 9, de talán azt is mondhatnám, hogy 10-ből 10 azt mondja, hogy igen, azért, mert ők mentenek meg bennünket a menekültektől. És higgyétek el, hogy hetek óta így, én nem is hallottam szinte azt kiejteni az emberek szájából, egy egészség, úgy olyan volt, hogy megemlítették, hogy a csípőprotézis műtétemre várok. De az, hogy általában véve először ez jusson eszükbe, hogy egészségügy, nem. Jó, hogy én azt látom, hogy nagyon a menekült kérdés osztja meg a társadalmat. Én abban a közegben, ahol én mozgok, de ezt nem fejezem be, mert ugye mindenkinek van egyéni tapasztalata, de az a közelmény kutatásokhoz képest azért nem tekintető tudományos adatnak, úgyhogy ő magamat korlátozom. Figyelek! Én annyit szerettem volna ezt hozzátenni, hogy ennek, van, ennek az egésznek van egy emberi olvasata. Nevezetesen azt, hogy minap olvastam, hogy valamelyik városunkban megszűnt a gyermekgyógyászat, állítólag aztán azóta már helyre áll. És kérlek szépen, volt egy mondat a cikknek, hogy ezért aztán, hogyha a gyereket valahova kell vinni, akkor 80 kilométerre kell járni. Na most, így belegondolom, nekem is van 2 kicsi gyerekem, és belegondolom, hogy tulajdonképpen én most hogy a csodába fogok másnap munkába menni, hogyha nekem előző este 8-kor el kell menni 80 kilométerre a gyereket. Mikorra érek vissza, akkor még hogy borítja fel a család többi részének az életében. Tehát az, hogy az embereket ez mélyen érinti és érdekli, én ebben egész biztos vagyok, abban már kevésbé vagyok biztos, hogy pont az április 8-i napon ez olyan súllyal fog latbeesni, mint amekkora tényleges a... Tehát végül is én azt mondom, hogy ez megint a közvélemény kutatás, hogy hogyha én fölírok neki 8 tételt, hogy melyiket utálja a legjobban, abból a 8-ból fog választani. Ha szabadon kell fogalmazni, hogy mégis mi a baja, akkor lehet, hogy... az egy, az nem az egészségügy. Tehát én nem azzal vitázom, a létező legnagyobb mértékben befolyásolja az emberek életét, meg fel is háborítja őket, meg ki vannak akadva azon, hogy milyen állapotok vannak az egészségügyben. De ha az van, hogy megkérdezem, hogy Fidesz, miért Fidesz, április 8, hova teszi az X-et, menekült, csak ez jön szemben. Nem, ez csak menekülőpont, már bocsánat, hogy egy kicsit rossz szót van. Tehát próbálnak, tehát a fideszesek egy jelentős része már látja, hogy büdös van.
és próbál valami ultima rációt hozni, hogy na de, megvéd minket. De a lelkem én tudom, hogy nagyon nagy a baj. Hanem az utcán az de emberek, akikkel beszélgetünk. Én beszélek alapvetően, hogy ők is arról beszélnék, hogy itt valójában azért beszélünk két külön dologról, mert az egyik a probléma felmérés, hogy mit tartunk problémának, a másik meg, hogy ezen problémák hogyan politizálódnak át. Mert az egészségügyi és az oktatás kérdése nem emelkedett az ellenzéki napirend csúcsára a politikai szinten, mert nem lehet így megoldani. Még a Fidesz elhitette azt, hogy az egész menekültválságot meg lehet oldani egy kerítéssel. Szerintem nem, de nagyon sokan elhitték, hogy ettől megoldódott a probléma. Addig az egészségügy kapcsán nem tudják azt mondani, hogy ez a Fidesz bűne, hogy ilyen az egészségügy, mert azt láttuk, hogy az elmúlt 30 évben folyamatosan rohad le az egész ellátórendszer, mindig egyre rosszabb és rosszabb, de ez nem feltétlen tekintik a kormány hibájának, miközben az, mert egyre kevesebb forrást fordítanak az egészségügynek a fejlesztésére. Tehát, hogy valójában itt arról van szó, hogy olyasfajta kampány kellene az ellenzék részéről, ami konkrét megoldásokat tud adni. Az oktatás kapcsán vannak ilyenek, de az egészségügy ez nem egy egyszerű. Nem életszerű, hogy a hátralévő időben ezzel lehetne nagyot borítani. Éppen ezt akartam, lejárt az idő e tekintetben. Tehát egy kampány az soha nem arról szól, hogy te előállj az ötleteiddel, a kampány arról szól, hogy amit addig mondtál, na azt hogyan tudod szépen rendszerszerűen és nagy nyomással kiteríteni a szavazó. A kampány szavazó. Arról szól, hogy annak nem sok köze van sokszor a valósághoz. Nem feltétlenül. Hát az nálunk nagyon arról szól. Nézzük meg, most az Eliosz ügy kapcsán eléggé komoly vita van mondjuk Kecskeméten is a közvilágításról, és hogy a közvilágítás a Fidesz kampányáról beszélek. Jó, hát a Fidesz elszakadt a valóságtól, és ők egy saját Fidesz országnak beszélnek, 2 millió embernek dolgozik Orbán Viktor valójában, és nekik beszél számára a másik 8 millió, az mint hogy nem is létezik. Igen, csak azt nem tudom, hogy ez mennyire hatásos egyébként, mert szerintem azt nem látják tisztán, bár mondjuk viszonylag kicsi az esély annak, hogy én okosabb legyek, mint a teljes Fidesz-KDNP, de hogy ugye a Hódmezővásárhelyi választás... Köszönöm. Hódmezővásárhelyi választás azt mutatta meg, hogy pontosan ugyanannyi szavazó elment, mint 4 éve. Pontosan ugyanannyian szavaztak a Fideszre. Nem lett kevesebb fideszes szavazó. Tehát ők megvannak. Őket már nem kell megszerezni. Ők megvannak, ott vannak csomagban, most azért négy rajtal. Tehát ezzel semmi gond nincs. Ott is csak sokkal több ellenzéki szavazó így ment. Van. Tehát, hogy oké, lehet nyomni a sorosozást, csak a tábor így is egyben van, ezzel viszont valószínűleg újakat nem lehet szerezni. Ne tegyük kockára az egyenes beszédet, mert véget ért az időnk. Nagyon benned van még egy mondat? Igen, szóval én azt gondolom, hogy nem lehet sose tudni, hogy mikor borul ki a pili, és min. Tehát a Fidesz, akiről mondtuk, hogy de szép vagy, ugyanaz a Fidesz egyik óra a másikra meg tud csúnyulni. Ez olyan, mint két ember kapcsolatában, hogy akit én múlt héten még marhára szerettem, és valami történik, és a következő héten már rettenetesen utálom, és ahogy érveltem előtte való héten, hogy miért kell őt szeretni, most azt mondom meg, hogy miért kell őt utálni. Magyarul ez egy érzelmi kérdés, itt az érzelem és a technika csatáját fogjuk látni április 8-án, én ezt gondolom. Mi lesz az egyenes beszédben? Azt már lehet tudni, hogy mi volt a nap hírében. Igen, és nagyon köszönöm, hogy nem teszik kockára az egyenes beszédet. Sok olyan téma elő fog itt nálunk is kerülni, ami a nap hírében is téma volt, és ugye Polt Péter is előkerült többször, most egy más megközelítésben fogunk róla először beszélgetni majd Hadházi Ákossal, mert hogy tényleg vannak olyan ügyek, amiben Polt Péter és az ügyészség finoman szólva nem olyan aktív, mint mondjuk Ceglédi Csaba ügyében volt, és ilyen a klikkes informatikai beszerzés, ahol pedig Lázár János is elmondta, hogy több mint 1 milliárd forintot visszakértek a Kliktől, valamiért az ügyészség mégsem talált semmilyen kivetnivalót az eljárásban, erről fogunk majd beszélgetni Hadházi Ákossal. Aztán Ceglédi Csaba ügye többekkel előkerül majd, például Gőgös Zoltánnal, az MSZP politikusával, és természetesen Gréti Zsoltal, illetve Bősz Anettel is, ugye a DK-sokat érinti legjobban Ceglédi Csaba ügye, és ez kifejezetten érdekes, hogy Ceglédi Csaba ugye azt mondja, hogy az Eliosz üggyel kapcsolatban vannak nála olyan információk, amiket nagyon szeretne most újságíróknak eljutatni, mert hogy hát azért ő is úgy számol, hogy nem sokáig lesz majd szabad lábon a mai döntés után. Aztán majd érkezik mások mellett Gulyás Márton, elmondja, hogy a Közös Ország Mozgalom 2 legutóbbi felmérésének mi lett az eredménye, és hogy mikorra várható a további eredmény, mert hogy hát ezek is nagyon érdekesek az ellenzéki együttműködés fényében. És itt lesz majd mások mellett Kéri László is, akit pedig arról fogok faggatni, hogy szerinte Orbán Viktort megremegtette az, hogy megérezte esetleg az, hogy
elveszítheti a választást, mint hogy 2002-ben ez megtörtént, és ez mély nyomokat hagyott benne. Ez tehát a mai kínálat. Köszönöm szépen, hogy azt hiszem, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 4-2 arányban ez ügyben már döntött. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes hétvégét kívánok!